szeretnénk úgy felújítani, hogy az a mai ember és a jövő embere számára is értéket tudjon képviselni, szép legyen, otthon legyen, bejárható legyen, és a lelkünket is tudja emelni. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldotta a Várnegyedben zajló beruházást május 12-én csütörtökön délben. Mint ismeretes, Magyarország kormánya kiemelt támogatást nyújtott a Veszprémi Főegyházmegyének, a közeledő Európa Kulturális Fővárosa eseményéhez kapcsolódva, hogy a Főegyházmegye szíve, a Veszprémi Vár jelentős, történelmi jelentőségű megújuláson mehessen át. Érsek atya fontosnak tartotta, hogy amikor elérkezik az idő, és minden szükséges engedély rendelkezésre áll, imádsággal erősítse meg a dinamikus ütemben haladó kivitelezést. Mindenkinek a munkája, maga szaktudása, fölkészültsége, munkavégzése, személyes elköteleződése nagyon-nagyon fontos. Miért most kerül sor erre az ünnepi alkalomra? Jogos a kérdés, hiszen megkezdhettük volna ezt 2 évvel ezelőtt, vagy 2019 őszén is, hiszen a gondolat, az elgondolás, a tervezés már akkor elkezdődött, azonban most vagyunk abban a helyzetben, hogy a felépítésre, felújításra szánt épületekkel kapcsolatban minden olyan hivatalos dokumentum rendelkezésre áll, ami a már előkészített munkák dinamikus véghezvitelét és befejezését is biztosítani tudja. Az ünnepi percekben dr. Takács István általános érseki helynök Márk evangéliumából olvasott fel, majd a könyörgések elhangzása előtt érsek atya elmondta, hogy minden reggel imádságában imádkozik a vár ügyéért, az abban dolgozókért. Nagy Károly címzetes apát, kanonok, plébános atya a jelenlévők nevében olvasott fel kéréseket. Minden munkatárs, aki ebben a munkában részt vesz, egy sorszámmal ellátott bizonyítékot, certifikátot kapott. Mindenki sajátjának tekintheti ezt. Egyfajta odatartozás élményt is jelent ez, illetve egy együvé tartozás élményt is jelent. Szeretném, hogyha ezt büszkén őrizné mindenki, és milyen jó lenne, hogyha 5-10-20 év múlva gyerekeknek, unokáknak, kollégáknak lehetne mutatni, hogy amit te látsz és szép, abban én itt voltam és dolgoztam. Legyen ez a kis fütetecske egy büszkeségnek is a hordozója. Amikor szentelt vizet hintünk, akkor elsőként mindig az emberre, hiszen az ember tudja, hogy miért érinti homlokát a szentelt víz. Az épületek inkább csak kijelölik azt a területet, ahová külön kérjük az áldást.